Köszöntöm Önöket! A mozgás az egészséges életmód egyik legfontosabb része. Akik gyerekkorukban nem szeretik meg a mozgást, azoknak nagyon nehéz lesz a későbbiekben. Pedig a sport nagyon jó hatással van a fizikai fejlődésre, egészségre. Segít például megtanulni a szabályok fontosságát is. De hogy még miért is jó sportolni? Mai adásunkban megtudhatják. Tartsanak velünk! Ha jól tudom, te táncoltál elég sokáig. Igen, 8 évig táncoltam. Ki akarta, hogy te táncra menjél? A szüleid, vagy pedig te szerettél volna? Én szerettem volna, én még óvodás koromban kezdtem, de párszor csak ilyen kacsatáncot, meg ilyesmit táncoltunk. Én nagyon szerettek mozogni, és így jött a tánc, és ugye már ott nagyon megszerettem. Aztán, amikor befejeztem az óvodát, elbaladtam az óvodából, és elkezdtük az első osztályt. A Rezeda tánctanárai alapítottak egy kis csoportot, ahol iskola után a 4-es iskolának a tornatermében táncoltunk. Azt nagyon élveztem, és így jött az az ötlet, hogy megyek a zeneiskolába. A zeneiskolába 6 évig táncoltam. Mit szóltak a szüleid ahhoz, hogy egyáltalán te táncolni szeretnél, vagy akarták egyáltalán, hogy te valamit sportolj, vagy mozogj? Persze szerették volna, ők örültek, hogy találtam valamit, amiben otthon lelem magam, és örömmel, élvezettel csinálom. Ők mindenben támogattak, és ők is ugyanúgy minden egyes szerepemre, fellépésemre eljöttek. Milyen sportot űzöl? Birkózást, itt Beregszázban. És hány éves vagy? 12 leszek. Mikor kezdtél el birkózni? 3 éve. 3 éve, és kinek az ötlete volt, hogy egyáltalán te a birkózást választ? Hát igazából az apukámé. És te mit szóltál ehhez én akkor? Én nagyon örültem. Nem tudtam, hogy még itt Beregszázban van birkózás, de ahogy megtudtam, rögtön mentem. Hol van a birkózás? Az úszodában, itt Beregszázban. Mit gondolsz, mi a különlegessége ennek a sportnak? Megyünk sok versenyre belőle, és ez nagyon jó, mert sok medált, érmet lehet szerezni, meg kupát. Te hogy állsz ezekkel az érmekkel? Jól. Több első helyen van, mint második, meg harmadik. Mennyi elfoglaltság ez neked egy héten? Hát 6-szor van edzés. Egy héten 6-szor van edzés? Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek és szombat, vasárnap a szabad. Hogy tudsz emellett tanulni? Hát normálisan, nem zavar semmi. Hogy tudod összeszedni magad még egy ilyen edzés után, hogy te egyáltalán a házi feladatokat megcsinálod? Hát ha este van az edzés, még délután megcsinálom gyorsan, utána megyek edzésre, ha meg délután iskola után, akkor meg az edzés után csinálom, mert az edzése 2 órá. Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Hát birkózó. Focista vagy? Ez mit jelent? Hány éve focizol? Hát 6. koromtól, úgyhogy 5 éve. 5 éve én focizol. Hogyan jött a sport egyáltalán? Először csak így az udvarban fociztam, azt megtetszett, és láttam, hogy van egy foci csapat a városban, és be akartam iratkozni. És különben mennyit mozogsz? Hát minden nap így 2 órát szaladok. Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? A foci csak kb. Egy hobbi. Tényleg? Igen. És akkor mi az, amit szeretnél csinálni? Hát orvos. Például. Orvos szeretnél Igen. lenni? Milyen orvos? Ezt még nem döntöttem el. Honnan jött a birkózás? Először fociztam, karatéra jártam, utána meguntam azokat, és apukám szólt, hogy van itt birkózás, és már 4 éve járok rá. Mi az, amiben téged erősíteni tud? Sok verseny, meg a heti 6 edzés. Neked is heti 6 edzésed van? Igen. Te hogyan tudsz mellette tanulni? Hát, vagy edzés előtt tanulok, ha még van időm, valamennyit megtanulok, és még edzés után, vagy majd esti edzés után, hét után.
szüleid mit szólnak ahhoz, hogy birkózol? Hát ők is szeretik, örülnek, hogy sportolok, hogy nem úgy, mint a mostani gyerekek, hogy csak a tévét meg a telefont nyomják. Hogyan is lettél tornatanár? Igazából mindig szerettem a sportot, a tornát, és úgy döntöttem, hogy elmegyek ebbe az irányba tovább tanulni. Rehabilitációval és masszázsal akartam foglalkozni, de azután, mire már odaértem, hogy majdnem elvégeztem az egyetemet, rájöttem arra, hogy azt lelkileg egy picit nehezebb csinálni, és így döntöttem, hogy mindig is szerettem a gyerekeket, és hogy ebbe az irányba fogok tovább elindulni és dolgozni. Mit gondolsz? A mostani gyerekeknek mennyire fontos az életében a sport? Nagyon változó. Vannak ilyen folyamatos időszakaik szerintem, amikor nagyon igénylik ezt a mozgást és a sportot, és vannak időszakok, amikor annyira belebújnak a telefonokba, hogy észre se veszik, hogy a mozgás nem szánnak sem ennyi időt. Mit gondolsz, nagyok a követelmények a gyerekek felé egy torna órán? Nyilvánvalóan igen, mert nincs meg az a mindennapos mozgás, mint nálunk, mi ebben nőttünk fel, hogy mozogtunk a nyári időszakunk azzal, tehát, hogy kitaláltunk jobbnál jobb játékokat, fagyasztóztunk meg, fogócskáztunk, szóval mindenféle futós, szaladgálós játékokat, ők pedig már nem ebben nőnek fel, ők már inkább ezekbe a modernebb világba születtek bele, és ez el is viszi őket egy kicsit. Focit. Focit? Mennyire komolyan őzöd ezt a... Hát már 5 éve járok edzésekre, meg meccsekre, bajnokság, meg szoktunk tornákra járni, Magyarországra, meg itt Ukrajnába is. Te akartál focizni, vagy a szülők erőltették? Hát én is akartam, és apukám beiratott engem. Mert először tesóm tanított, nagy testvérem, és utána elkezdtem járni. És ezen kívül valamit sportolsz még? Hát otthon szoktam edzeni, és... Az mit jelent az edzés? Hát fekvőtámasz, hasizom, guggolás, meg otthon gyakorolok labdával. Mit gondolsz, focista leszel, ha nagy leszel? Hát remélem. Szeretnél mindenképpen? Igen. Ha valamit üzenhetnél azoknak a gyerekeknek, akik semmit nem sportolnak, mi lenne az? Hát, hogy kezdjenek el sportolni, mert a sport az jót tesz csak testnek is. Te mit gondolsz, miben segít még neked? Hogy ne tunyuljak el, ne üljek csak a gép előtt, telefon előtt, hanem inkább kint a levegőn. Te milyen sporttal foglalkozol? Úszással 9 éve. Hányan úsztok? Mindig változó, de általában 10-15-en. Mit szoktatok ilyenkor csinálni? Hát versenyzünk, meg a medencét 5-ször körbe kell úszni. Te hol tanultál meg úszni? Én a szuszodában. Tényleg? Igen. Sokszor szoktál járni szabad vízbe nyáron? Igen, amikor csak tudok, akkor vagy lemegyek a dédaitóhoz, vagy Borsovára. Hogyan születik a tornatanár? Szerintem a sport szeretete ez az elsődleges, ugye, gyerekkorban. Volt egy lehetőségem a sporteredmények alapján eljutni Kijevben, felvételt nyertem. Testnevelő tanár és atlétika edzőként. A testnevelő tanárnak mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy az a fő feladata, hogy a gyerekeknek az egészségét elősegítse, megvédje, és fizikailag fejlesz őket. Vannak viszont gyerekek, akikben látod azt, hogy ők tényleg a mozgás felé mennek? Ha ezt nem látnám, akkor már nem dolgoznak testnevelő tanár. Én emlékszem magam, amikor még iskolába jártunk, mekkorákat kellett ugrani, milyen teljesítmények kellettek ahhoz, hogy egyáltalán tornából jók legyünk.
Te mit gondolsz, hogy a mai gyerekek, akik az iskolába járnak, meg tudják azokat a szinteket egyáltalán ugrani, amik egy iskolai követelménynél vannak? Nem követelményekről, vagy nem jegyekről beszélünk, de hogyha osztályozunk egy gyermeket, akkor a szülőknek esetleg azt lehetne üzenni, hogy ez a gyerekeknek az egészségét osztályozom. Akinek 10-es, 11-es, 12-es, akkor viszonylag jó az egészsége. De akinek egy ilyen 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, akkor el kellene gondolkodni azon, hogy az én gyermekem nem 100%-osan egészséges. Miért is van szüksége a gyerekeknek a mozgásra, a sportra? Hát az egészséges életmódban benne van az, hogy mozognunk kell. Úgy csinált minket a Jóisten, úgy vagyunk alkotva. És a gyerekek ezt jobban érzik, mint a felnőttek. Szeretik, csinálják, és kell csinálni ezt az egészségükért. Ebben jobb a vérkeringés, ebben aktívabbak. Csak az utóbbi időben ugyebár csak a telefon meg a komputer, úgyhogy ha sportolnak, nagyon jó. Csak eddig az iskolákban, sportiskolákban mindenütt minden ingyen volt, most meg minden pénzért van. Ez egy kicsit nehezíti ezt a dolgot. Mi a különbség a régebbi kibocsátású gyerekek között és a mostani gyerekek között? Mennyivel másabbak? Illetve van-e ebből probléma gyerekeknél? Van. Van probléma az egészségükbe a gyerekeknek. Sok az elhízott gyerek, sok a túlsúlyos gyerek, sok olyan gyerek, akinek problémája van a hátgerincével, akkor ilyen ortopédiai problémáik vannak. Régen a gyerekek futottak, sportoltak, az utcán fociztak, és nem volt ennyi, mint most van. Általában azoknak a gyerekeknek, akik sportolnak, nincsenek ilyen problémái. Mi van, ha netalán kimarad egy gyerek életéből a sport? Mivel tudjuk segíteni azt, hogy a gyerek egyenes legyen? Valamilyen gyakorlatok esetleg tudnak ezen segíteni? Hát az egész világban a torna óra minden nap van. Nálunk itt Ukrajnán kétszer van hetente az iskolában. Nagyon sok iskolában nincs tornaterem. Az a gyerek nincs megszokva ahhoz, hogy tornázni kell. Sok szülő tornázik a gyerekével. Például az utóbbi 10-15 évben elkezdtek foglalkozni, síelnek, úsznak a gyerekek, amit régen nem csináltak itt nálunk Beregszászban, de régen fociztak, régen voltak gimnasztikai, ilyen szakkörök. Most nagyon kevés van. Esetleg arról lehet tudni, hogy ezek a sportok miben tudnak még segíteni egy gyereknek? Hát maga a sport a gyerektől sok odaadást igényel, és az ilyen gyerekek sokkal jobban tudnak majd az idővel alkalmazkodni az élethez. És több ismerősük van, több barátjuk van. Az a gyerek, aki még csak otthon van a komputernél, ott mindig gondoljuk azt, hogy már lehet, hogy függő vagy nem függő az a gyerek, és akkor annak nehéz majd az életbe elhelyezkedni, párt keresni, barátokat keresni. Ez látszik ezeken a gyerekeken. Van-e olyan probléma a nem sportoló gyerekeknél, hogy annyira eldeformálódik a gerinc? Ezek a gyerekek speciális tornára járnak, kezelődnek, mi megfigyeljük őket, de több van, mint például 20 évvel ezelőtt. Mennyire figyelhető ez meg azoknál a gyerekeknél, akik sportolnak vagy mozognak valamit? Hát általában van olyan gyerek, akinek van másodfokú hátgerinc ferdülése, és akkor 2-3 év múlva, ha az a gyerek sportol, úszik, otthon, most már sok gyereknek van ilyen sportszerei otthon is, akkor azoknál a gyerekeknél általában kinövik. Az izomzat több jobban fejlődik nekik, és akkor azt korrigálja. Hogyan tudunk segíteni a gyereken, ha a gyerek nem akar sportolni? Hát csak úgy, hogy a szülő sportol bele, megmutassa neki, hogy hogy kell csinálni. Csak saját magának, a szülőnek meg kell mutatni a gyereknek, hogy igen, én is megyek, én is csinálom. Beíratni azt a gyereket valami olyan szakkörre, ahol a tanár tudja azt a gyereket vezetni, tanítani, megmutatni neki. Vannak olyan gyerekek, akik nagyon rosszul táplálkoznak. Hát minél többet mozog a gyerek, annál jobb neki az anyagcseréje,
és annál jobbnak kéne lenni az étvágy annak a gyereknek. Általában a sportolók, meg van nekik a speciális diétájuk is, már azoknak az élsportolóknak, na de a mi gyerekeinknek itten elősegít azt, hogy jobb az étvágyuk, jobban viselkednek, aktívabbak. Mai adásunkban sportról beszélgetünk. Mit fogtok ma sportolni? Ma a főiskola kézilabda szakkörén fogunk részt venni. Honnan indult a sport szeretete? Nővérem is szertornász volt. Gyere, öcsi, megyünk az edzésre, és akkor szép lassan ott maradtam, és beiratkoztam kézilabdára. Hát, ha megnövök a jelszóval, nem jött össze, de végül is ott maradtam a kézilabda mellett. Amellett fociztam is, és akkor állandóan a pályán ültünk. Hát én 12 éves koromtól kézilabdáztam, kézilabdázok most is, néha napján az öregekért. Veteránokért már úgymond a plusz 40-esek már vannak olyanok, és akkor értük kézilabdázok esetleg. Na hát akkor tőled is megkérdezném, neked honnan indult a sport szeretete? Neked a szülők akarták, hogy te sportolj, vagy pedig te szerettél volna menni valamilyen edzésre vagy sportra? Hát először a szülők, utána meg én akarok már most úgy járni, focizni. És most komolyan jársz focizni? Igen. Ez mit jelent? Van Beregszerzve egy ilyen csapat, ahová jársz? Igen. Heti hányszor edzetek? Kétszer. Mennyire tudod ezt összeegyeztetni mondjuk a tanulással? Hát elég nehezen. Én már edzés előtt elvégzem a házist, és utána elmegyek edzésre, hazajövök, és eszek, és néha-néha szoktam kimenni a barátokkal még focizni. Hogyan képzeljünk el egy edzést? Miből áll egy edzés? Bemelegítünk, utána futunk, kapura rugunk, ha úgy van, és utána meccsezünk. Vannak-e olyan barátok, akik a foci által lettek a barátaid? Hát vannak. Hol van több barátod? Az edzéseknél, vagy az iskolában? Edzéseknél. És hány barátot tudtál szerezni ezáltal? Hát mindenki a barátom lett. Hányan vagytok egy csapatban? 21-en. 21-en. Ki a főjátékosként szoktál játszani, vagy pedig csere? Főjátékos. El tudnád képzelni most az életedet úgy, hogy nincs az edzés és nincs a foci az életedben? Nem. Egyáltalán nem? Egyáltalán. Mennyire szeretnéd komolyan csinálni ezt később? Hát eléggé komolyan, focista akarok lenni, meg nagy pályán játszani. Hány helyre jutottál el a foci által? Hát sok helyre, 7-8. Milyen eredményeket értek el a csapattal? Harmadik, második, meg első. Elsők is voltatok? Igen. Hol voltatok elsők? Hát itt a pályán. És akkor kivel játszottatok? Kit vertetek meg? Mindenkit. Mivel, hogy így nagy a sport szeretete, te mit gondolsz, miért nem vitted ezt egy kicsit tovább magadban? Azt nem tudom. Lehet, hogy hát kicsit tanulni kellett volna. Szerintem. Hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra? Ti sokat mozogtatok? Szerintem igen. Többen kimentek a pályákra a gyerekek. Más lehetőség nem nagyon volt. Tehát most van laptop, van számítógép, internet, leköti, beszippantja a gyerekeket, teljesen, szülőket is. És hiába, ha az ember hazamegy, akkor a gyerek, ah, jó, el van ott a laptoppal, meg akármivel, és tehát nem viszi ki a pályára, akár biciklizni, tehát bárhova. A szülő is csak inkább leül, aztán kockó, mondjuk így sokan, nem tisztelet a kivételnek, de azért, na, és ezeket a gyerekeket ki kell vinni. Edzéssel is így vagyunk, hogy most viszem, mert még kicsi, muszáj elvinni, meg ott lenni vele, de ha nagyobb lesz, 10-13 éves, 14, akkor már úgyis ő eldönti, hogy akar menni edzésre, vagy nem. Voltak mély pontok? Voltak, amikor... persze. Az elején, hogy ne. Volt olyan edzés, hogy azt mondta, hogy holnap nem megyek, vagy a következőre nem megyek. De mikor már ott volt az idő, akkor már nem, megyünk, akkor már, tehát, mert
kikaptak, mit tudom én, meccsen, focin, akkor azt mondta, hogy ő befejezte a karrierjét, és akkor nem akart már menni. Volt ilyen, de utána mondtuk, hogy de igenis fogsz menni, ezt át kell lépni. Támogatjátok abban, hogy ő focista legyen? Hát én nem mondom, hogy focista legyen, szeresse a sportot mindenképpen. Tehát menjen ki, mozogjon. Nem muszáj, hogy focista legyen, csak mozogjon. Mit gondolsz, hogyha itt bármelyik szülőnek eszébe jut, hogy valamit mozogjon a gyereke, van itt nálunk lehetőség arra? Hát lehetőség mindig van, persze, hát meg kell keresni azt a lehetőséget, hogy hova menjen mozogni, együtt akár. Az édesanyja soha nem féltette őt, hogy valamilyen baja lesz, lerúgják, nem tudom, egy valamilyen sérülést szerez, és emiatt ne sportoljon, vagy ne ilyen komolyabban sportoljon? Hát nem féltjük úgy, hogy most felmászik a fára, mondjuk, hogy vigyázz le, esel, de éppen úgy a focin is megtörténhet akármi. Tehát ez van, itt az a sport ilyen. Mit gondolsz, mit ad többet az embernek, a gyereknek, ha csapatban van egyáltalán, vagy ha egyáltalán sportol? Közösségi szempontból biztos, hogy fejlődik csapatszellem. Hogyha most így visszagondolsz azokra az évekre, amikor úgy elsőbe bekerültél az iskolába, mennyire voltál barátkozós? Hát nem annyira voltam barátkozós. Egy barátom volt úgy nagyjából, akit még ismertem. Amióta csapatjátékos vagy, csapatban vagy, könnyebben barátkozol az osztálytársaiddal is? Igen. Hány barátod lett azok után? Hát 31. A kedves feleséged az valamit sportol még a családban? Igen, ő is kézilabdázik velünk együtt a főiskolán. És őt ti vonzottátok be, vagy ő valamit sportolt? Hát gyerekkorában ő is kézilabdázott. Minden héten egyszer jövünk kézilabdázni, mozgunk. Úgy képzeljük el, hogy ilyenkor az egész család eljön kézilabdázni? Így van, hát most már Milán is jön, nincs ki hagyni, úgyhogy jön velünk. És te is beállsz játszani? Néha igen. Megengedjük. Te nem szokott zavarni a többieknek, hogy itt egy nagyon-nagyon mozgékony kézilabdás srác rohangál a pályán? Nem. Nem? Ügyesen szoktál játszani? Igen. Mit ad a te életedbe a sport? Illetve mit adott? Mitől lett másabb, vagy mi lenne, hogyha nem lenne a sport az életedben? Hát szerintem már régen elhisztam volna, lennék egy ilyen 1,60 és 90 kilós ember, de így most, tehát jól érzem magam a bőrömbe, mozgok. Ha 45 éves vagyok, van, hogy lefutok még egy 25 éves, és ez nekem plusz. Tehát mi, amíg bírok, addig mozgok. A sport, a mozgás fontos gyermekünk életében. Ha kiegyensúlyozott és egészséges felnőttet szeretnénk nevelni, jobb, ha minél előbb találunk számára egy olyan mozgásformát, ahol ő is jól érzi magát. Mert ne feledjük, nem mindegy, hogy épp testben épp lélek, vagy épp testben épp hogy élek. Köszönjük a mai figyelmet, várjuk Önöket legközelebb is. A viszontlátásra!